A körtej nagyon különleges gyümölcs. Termesztésének nehézségi foka sokkal magasabb, mint az almáé. A körte által igényelt környezeti paraméterekből, ráadásul ebben az évben semmi sem valósult meg. Komoly növényvédelmi, termesztés technológiai szempontokat kell figyelembe venni a körténél, ami ráadásul nagyon páraigényes is. A körte termesztés a megyénkben csökkent, de országosan is elmondhatjuk. Az elmúlt 10 évben egy 2500 hektárról egy 1900 hektár körüli termőfelületre esett vissza a körtének a termesztése. A megye ebből a területből egy 500 hektár körüli mennyiséggel veszi ki a részét, és ezzel végül is jelentős körte termesztő természetesen. Az extrém kánikulai hőség rendkívül felgyorsította az érési folyamatokat. A gazdáknak igyekezniük kellett, hogy megmentsék az amúgy sem bővelkedő termést a fákról. Az idei termés azokkal a igényelt, a körte által igényelt környezeti paraméterekben semmi nem valósult meg, hiszen az a korai virágzási időszak az a körtére is hatással volt, mint az összes többi gyümölcsre, és ez megmutatkozott a betakarításban is, hiszen képzeljük el, hogy most lenne a körtének a legfőbb betakarítási időszaka. A korai fajtáink a vilmos körtéket augusztus végén szoktuk szedni, és a legnagyobb mennyiségbe termesztett körténk, a boszkobak, az pedig ebben az időszakban, szeptember első dekádjától szeptember végéig történik a szüret, és van még néhány fajta, Peckham Stryumph és egyéb fajták, amelyek ilyen kemény téli körték, és ezeknek szeptember vége, október eleje. És ott tartunk, hogy nincs körte a fán. Takács Ferenc kiemelte, nehéz körülmények vannak a gyümölcstermesztésben, nem csak azért, mert nehéz munkaerőt találni, hanem egyre inkább új kórokozók jelennek meg egy szűkülő növényvédőszer hatóanyag felhasználás mellett. Ráadásul óriási gondot okoz a generációváltás. A most megnyíló új ültetvénytelepítési támogatási rendszer viszont lehetőséget biztosít azok számára, akik szeretnék megújítani körteültetvényeiket.